Nem volt már elég? 12 nem, év? Nem, nem. Nekem nem. Örökké? Örökké. Le kellene állítani a feribókot. Nem kell feribók, nem kell semmi. Twitter, semmi. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a... amit diktál, azt kell tennünk. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Meg is kell neki nyerni. Egyébként nem, minden mögött. Minden mögött. Bárkire szavaznak itt az ellenzék, az Gyurcsán fogó, ugyanúgy, ahogy Pesten, mindjárt irodája lett. Ő, aki mozgatja a karigerit. Nem Soros? Nem, nem. Hát, Gyurcsán? Az is beleavatkozik a Soros is, azért ott van a háttérben, de az... Nyugat, mert ők uszítanak. Az Amerika uszít. Mi lenne ebben az országban, hogyha az ellenzék győznek 3 hét múlva? Hát nekünk végünk lenne, az bizisten. Az oroszok is áttörne rajtunk, úgymond, mert Orbán jobban, Putyinnal is, meg több országokkal is, akkor így persze nem jönnek át az oroszok, persze. Megkapjuk a támogatást, békében élünk, megvéd minket Orbán Viktorunk. És hogyha háborúba kell menni, akkor inkább az ellenzék és az ellenség ellen mennék háborúba, mint... orosz, meg ukrán fontrokra, meg ilyen helyekre. Tehát ez az én véleményem. Ukrán egy eszköz, Zelenszkij meg egy bohóc. És Márki-Zay a magyar Zelenszkij. A békének a pártja, és a biztonságnak, a megélhetésnek, a sportnak, az egészségnek. Vita nem hiányzott önöknek? Egy jó vita? Miniszterelnöki vita. Vele. Egy ilyennel, mint ez a szélhámos Zajos Peti. Hát az ellenzék őt választott, tehát ez van. Jó, nem. Tehát Putyin vissza fogja adni a területei. A terület, a Kárpátalját vissza fogja adni. A békemenet most azt mondták a szervezők, hogy üzen a baloldalnak, és üzen Brüsszelnek, de nem üzen Putyinnak. Hogyhogy? Azért, mert az oroszokkal vagyunk, azokat várjuk egyértelműen. Együtt vagyunk vele. 6 nappal ezelőtt egyébként Brüsszel ellen háborút hirdetett a Facebook oldalán, hogy harcolnunk kell. Nem, ezek mind fake newsok, ezt nem szabad elhinni. Ez abszolút nem. Adja Isten! Adja Isten! Mert nem ők építették a baloldaliak, bocsánat, a világot? Ha nem, mi nem ezek győznek. Akkor a rezsitől kezdve mi, akkor mennek innen katonák oda, megy ki a hadi anyag oda. És az, hogy nincs a kormánypártnak programja? Miért nincsen? Dehogy nincsen. Hát folytatja azt, amit eddig. A másik oldalnak mi a programja? Hát ott kiadta gazdasági programot, kulturális programot, még informatikai programot is kiadta. Csak azt hallottam, hogy az Orbánt szidják, de keményen. Önnek, hogyha ki kéne emelni egy programpontot a Fidesz választási programjából, miért szavazzanak április 3-án a jelenlegi kormánypártokra, akkor mit emel neki? Mert nagyon jó. Nagyon jó. Miért? Minden jó. Az uniónak főleg a Soros vére, az Amerikából jövő ez a balliberális szemlélet, ami szándékosan gyengíti a pénzünket. Soros és pénzügyi körei jó kis spekulációkat indítottak a forint ellen. Gondolja meg magának és mindenkinek jobb lesz, ha Viktor győz. Az ellenzéknek is. Tényleg. Nincs más. Ez a legjobb. Komoly, megfontolt, amit mond, betartja. Nyilván vannak ott is egy kis hibák, de összességében csak ő. Nem gyávaság, hogy Orbán nem állt ki vitázni? Nem, ki áll az Orbán, jó? A Márki-Zay-ja, nem vitázott. Nem. Az ellenzék miniszterelnök jelölő. Az emberre nem kell vitázni, mert hát nem vita képes. Ő nem... Hát ez van. Nem hát magyar, nem ez nem van az, érted? Hát ez természetes. Jó teszi, ne is álljon ki. Amit csinálnak, minden jó. Mi az az egy programot, amit kifejezetten kiemelne? Hát megkapjuk a támogatást, békében élünk, megvéd minket Orbán Viktorunk. Önöket ez az orosz barátság se zavarja egyébként? De hogy? Azért nem, mert Amerika érdekében történik. Hát szükségünk. Győzni fog, Orbán úr? Győzni fogunk. Eddig marad. Meddig maradt hatalma? Most hát 12, de meg előtte is volt 4 év. Ha vannak 80 éves elnökök, ott az amerikai elnök. Igen. Hát én még csak 63 éves. Fiatal ember. Maradjon az Orbán még egy 10 évig legalább, vagy úgy.
Ja. Imádkozzunk a miniszterelnökünkért, a honvédekért, a keresztényekért, nehogy leborogassák a kereszteket, semmi közük hozzá. Szent István nem erre a rablófajtákra. Aki a szentelt vízbe belép, és én az nem magyar. Aki azt mondja, hogy nem érzi hazájának Magyarországot, az sem magyar.